Ez itt Bukoldami, az Egyesült Államokból, Floridából, és beszélgető társai. Magyarországról. Vermontból. Torontóból. Svédországból. Szingapurból. Norvégiából. Finnországból. Németországból. Franciaországból. Koltai Róbert 1992-ben készült Sose halunk meg című szomorú vígjátéka a rendszerváltás utáni korszak egyik legsikeresebb magyar alkotása. A filmben Gyuszi bácsi unokaöcsét, Imit Szabados Mihály játszotta, aki azóta megjárta Hollywoodot, de mondhatnám, hogy a pokolt tüzét is közel érezte magához. A Szó összehoz 82. felvételében vendégem Misi, aki az elmúlt évekről, viszontagságokról, a jelenről és törekvéseiről beszél. Szabados Mihály vagyok, Tiszafüredről származom, ott születtem. Főleg színész vagyok, de újabban filmkészítő és színházgyáros. Tehát gyártam a kisfilmjeimet, meg a színházakat, és hát sok filmben dolgoztam otthon, és szerencsém volt. Azt kell mondjam, nagyon szerencsés embernek tartom magam, mert az egyik leghíresebb magyar filmben, a Sose halunk megbe voltam főszereplő, de már 87-ben játszottam a Komáromi fiú című film főszerepét, aztán Cukorsó, sok-sok filmben, tévében dolgoztam, színházban nagyon sokat játszottam. Itt Kanadában, hogy elismerik a munkámat, össze kellett szedni tulajdonképpen, hogy hány színházat és hány filmet csináltam, mert itt úgy lehet pályázni a kanadai alapítványokhoz, hogyha azok elismerik, hogy te igazi művész vagy, mert ugye itt máshogy van, itt nagyon kevés ember él meg ebből, és akkor össze kellett szedni, hogy miket csináltam, és akkor csináltam egy weboldalt, és kiderült, több mint 100 darabban játszottam. Most már 80 fölött van a filmjeim száma is, tehát sok filmet, színházat csinálok, és újabban vágok, tehát most megtanultam vágni én is, és ezt nagyon élvezem. És az elmúlt 2-3 évben sok kis filmet, zenei videókat vágtam, ilyesmi. Mellette családapa, ami legfontosabb, hogy van egy csodálatos lányom, Izabella, aki most lesz 11 éves, 13 éve élünk házasságban, Rékával. Picit azért térjünk vissza a magyarországi évekre. Ahogy mondtad, számos színdarabban filmben játszottál, talán a Sose halunk meg az, amit kiemelnél? Hát, hogy sok film van, amire büszke vagyok igazság szerint. Ami leginkább meghatározta a pályámat és az utamat, az természetesen Sose halunk meg, és egy hatalmas nagy ajándéknak tartom azt, hogy a Koltai Robi megbízott bennem, és nekem adta ezt a fantasztikus szerepet, és nagyon büszke vagyok a filmre, de van mellette legalább 5-6 olyan film, amit nagyon fontosnak tartok. Én magam számára, vagy nagyon szeretem. Egy évvel rácsináltam az Utrius című filmet, amit a Grünwalski Feri rendezett, és én játszottam a címszerepet, az Utrius Pált, ami megnyerte abba az évben a legjobb rendezői díjat. Akkor csináltam egy néma filmet a Bólog Csabival, még a Sose halunk meg előtt, az Ezüstkort, amit a Hajdú Szabival játszottunk ketten együtt, ugye mi együtt nőttünk föl a Szabolcsal, azt is nagyon szeretem. Vagy a Romani Kriszt, amiben meg a Gyokó Rosszicsal játszottunk ketten, egy ilyen roma lérkirály történet volt, és én voltam a falu bolondja, a Gyokó Rosszics volt a lérkirály, együtt töltöttünk 44 napot, az is egy fantasztikus élmény volt, és sorolhatnám még. De tehát a Sose halunk meg az egyik legkiemelkedőbb, de sok van még, amit én nagyon szeretek. Tehát tényleg, amit mondok, hogy ez szerencse is, hogy az ember olyan emberekkel dolgozhatott, vagy olyan emberekkel dolgozhattam otthon is, akiket nagyon szeretek és tisztelek. Ami számomra érdekes, hogy mindemellett, tehát úgy nézett ki, hogy teljesen befutottál, szeretnek, volt munkád. Mégis úgy döntöttél, hogy elmész Los Angelesbe. Ez kalandvágyból volt, vagy tanulás miatt? Miért döntöttél így? Szerintem sok minden miatt volt. Szerintem leginkább kalandvágy, de persze van düh, bizonyítási vágy, álmok hajszolása, ilyesmi. Tehát szerintem a mi generációnkban már sokan álmodtak arról, hogy esetleg milyen lenne egy hollywoodi karriert befutni. És én is meg akartam nézni Hollywoodot. Ki akartam próbálni magam. És teljesen naív módon azt gondoltam, hogy oda megyek, és akkor majd fog történni valami. Úgy készültél, hogy véglegesen kimész? Vagy, igen, vagy csak igen, egy... igen, igen. Tehát ez egy olyan elhatározás volt, ugye 99-ben voltam kint először, a Bunyik Bélának köszönetem, meg a Paninak, a feleségének, akik a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált szervezik már évtizedek óta. Neki köszönhetem az első utamat, mert a Béla, amikor megnézte a Sose halunk meget, jött már, hogy válogat a hollywoodi Magyar Filmfesztiválra, meghívott egy ebédre egy vagy két nappal később, és azt mondta, hogy Misi, te egy hihetetlen tehetséges ember vagy, kezdj el angolul tanulni, mert ha angolul tanulsz, akkor majd én segítek neked. És ez tényleg be is váltotta, tehát ő tényleg nagyon sokat segített nekem az elején, hogy kijussak Los Angelesbe, náluk laktam az első két alkalommal, majdnem 9 hónapot náluk laktam, tehát majdnem családi barát voltam náluk, de
A karrierem nem igazán indult el, kicsi dolgok történtek, de viszont tanulás szempontjából fantasztikus volt. Tehát ott igazán jól megtanultam angolul, és megtanultam egy csomó amerikai színházi, meg filmes technikákat, színészi technikákat, amik nagyon fontosak a mai nap is, és nagyon szeretem őket. És akkor végül is úgy döntöttél, hogy ebből mégse lesz Hollywood, inkább hazatérsz? Hát mindenféle dolgok voltak, ugye akkor volt az első házasságom, ami nem sikerült a papírokat megszereznem, tehát egy csomó minden volt, ami miatt hazajöttem. Én szívem szerint maradtam volna, nem jöttem volna haza, de a körülmények egybeállása úgy hozta, hogy haza kellett jönnöm. És érdekes, hogy azok az emberek, akikkel én együtt színészórákat vettem, meg játszottam, ők a 2010-es, 15-ös évekbe kezdtek el befutni. Tehát nekik is, amerikaiaknak, akik ott éltek, nekik is kellett 10-12 év, hogy befussanak. Tehát ha én esetleg kinmaradtam volna, lehet, hogy én is befutottam volna, nem tudom. Ezeket tényleg nem lehet tudni. Hát játszottam ott is kisfilmekbe, volt egy pilot epizód, amit nagy menő producerek csináltak, játszottam színházba, rendeztem darabokat, tehát voltak kint is dolgok, de oda magába, Hollywoodba bekerülni, az nagyon nehéz volt. Meg sok ideig nem is volt munkavállalási, tehát hogy turista vízummal mentem ki nagyon sokáig. A Szombathelyi Társulat megalapítása vitt haza? Nem, hát az sokkal később volt. 2004-ben érkeztem haza, egy éves munkavállalási vízumom volt a házasságomból, amit csináltam, és pont amikor a zöld kártya interjúra mentünk volna, akkor ment szét a házasságom, tehát legálisan nem maradhattam volna már Amerikába. Nagyon rosszul értem meg a válást is az első házasságomból, tehát sok minden miatt haza kellett menni. És a Szombathelyi Színház alapítás az 4 év múlva jött, miután már hazamentem. Nekem volt egy nagyon nehéz másfél évem otthon. Nagyon-nagyon rosszul voltam, nagyon depressziós voltam, nagyon kiborultam. Amerikai volt a hölgy, vagy magyar? Amerikai volt a hölgy, igen. Tehát ebbe volt egy kicsi ilyen meggondolás, hogy vízumszerzés, állampolgárság, vagy szerelem? Ha vízumszerzés és állampolgárság lett volna, akkor kitartott volna addig, amíg a papírok meg lettek volna, tehát ez tényleg egy vad szerelem volt. Nagyon intenzív szerelem volt, és nagyon rövid ideig tartott. Mind a ketten beleugrattunk fejest, mert nagyon megtetszettünk egymásnak, és ki akartuk próbálni. Úgyhogy nem is ismertük egymást tulajdonképpen. Volt másfél éved, ami nagyon kemény volt. Hogy jöttél vissza belőle? Hát lassan, nagyon lassan. Nagyon lassan, lépésről lépésre, és az öcsém segített. Zoli öcsém, ő mentette meg az életemet. Nála laktam majdnem egy éven keresztül. Ő a Kecskeméti Ciroka Bábszínháznak volt a vezető színésze, és nála laktam, az egyik szobáját adta, és ott feküdtem hónapokon keresztül, úgyhogy ki sem bírtam kelni az ágyból, annyira depressziós voltam. És onnan tulajdonképpen a zéró alól jött az ember vissza, és küzdötte magát szépen vissza, lassan föl. Megint szinte önerőből, megint a semmiből kellett újraépíteni magam, mint már annyiszor az életembe. Tehát amikor az ember nézi valakinek a karrierét messze, úgy tűnik, hogy minden egy irányba van, minden úgy mutat, de hát közben vannak föl és le. És az az egyik leglentebbje volt az én életemnek, hogy mondhatjuk úgy, tényleg ez a krisztusi korban voltam, és az egyik legnagyobb ilyen válság volt életemben. Egyik interjútban azt nyilatkoztat, hogy ha rajtad múlna, kötelező jelleggel minden iskolába bevezetnéd a színjátszást, hogy a gyerekek megtanulják az indulataikat kezelni. Erre gondoltál, amikor ezt mondtad? Erre az időszakra? Nem erre gondoltam, arra gondoltam, amikor kamasz voltam. Tehát, hogy arra gondoltam, hogy nekem iszonyú sokat segített, amikor kamasz voltam. Tehát egy nagyon nehéz családból jöttem, egy nagyon nehéz családi helyzetből nőttem ki magam, és a színház kihúzott ebből a nyomasztó gyerekkoriból, és rengeteg indulat volt bennem, mint kamasz, nagyon sok harag, düh volt bennem, és mindezt a negatív energiát át tudtam rakni a színházba, és a színházba pozitívvá tudtam ezt fordítani. És arra gondoltam, hogy a gyerekek ugye rengetegszer nem tudnak mit kezdeni az indulataikkal. Vagy lefolytják őket, vagy rájuk szólnak, hogy most nem lehetsz dühös, ne kiabálj, miért csinálod ezt. A színházban meg lehetett kiabálni, lehetett örjöngeni, tisztes távolságból a többiektől, hogy ne legyen senkinek baja, de hogy ki lehetett adni az indulataikat. És a társadalom meg mindig arra nevel bennünket, ugye, hogy folytsd le az indulataidat a színházba, meg ki tudod élni, szárnyalni tudnak az indulataid. Tehát azért gondoltam, hogy fontos lenne a gyerekeknek, mert nagyon sok helyen nem tanulják meg, hogy hogy kezeljék az indulataikat, és nincsenek rá formák, a színház meg egy fantasztikus forma rá az, hogy az segítene. Tulajdonképpen ebből a másfél évből is a színház húzott ki.
Hát szép lassan, igen. Hát magamat húztam ki a hajamnál fogva, tényleg. Tehát hónapok után, amikor először kimerészkedtem az utcára, vagy elmertem menni a boltba, tehát ezek voltak az első ilyen lassú lépések, és akkor utána próbáltam munkát szerezni, akár csak statiszta munkát, vagy bármilyen munkát, nem nagyon kaptam sehol se. Viszont tanítani visszahívtak, és akkor elkezdtem tanítani, akkor rendezőasszisztenskedtem egy pár produkcióba, és utána elkezdtem rendezni a Gellért-hegyi álmokat. A Simon Kornéllal és a Drajkó Julcsival a Vidám színpadon kezdtünk el próbálni esténként, ahol én ott voltam rendezőasszisztens az Ahogy tetszik című Shakespeare darabban, amit a Quimby-vel csinált a Puskás Tamás, a Quimby is ott volt a színpadon. És akkor napközben azt próbáltuk, este meg a Gellért-hegyi álmokat csináltuk, a Karinthy Ferencnek a darabját, és az húzott ki a gödörből az a rendezés. Akkor kezdtem el kicsit jobban lenni, és akkor utána 2 évig jártam terápiára, mert meg akartam tudni, hogy mi volt a probléma, mert nem akartam soha többet ebbe a helyzetbe kerülni, mert tényleg nagyon nehéz volt, és azt gondolom, hogy ha valaha még egyszer oda kerülnék, nem biztos, hogy ki tudnék mászni belőle. Úgyhogy azt próbáltam annak a mélyére jutni, hogy mi történt, hogy mi volt a baj, mi volt a probléma. És nagyon vicces, mert az egyik barátomnak a barátja, akit én nem ismertem, gyerekpszichológus volt, és hozzájártam 2 évig, és 2 év után sikerült megoldani a problémáimat. És azóta nem is volt ilyen mélyre süllyedés, mert tudtam, hogy mi váltotta ki akkor. Megint elkezdtél rendezni, dolgozni, és megalapítottátok a Szombathelyi Társulatot. Igen, hát úgy kerültem Szombathelyre, hogy a Dömötör Tamás látta az én rendezéseimet, és a utóbbi rendezéseimben már játszottam is, és akkor mondta Döme, hogy mindig is nagyra tartotta a színészi munkámat, és most készül egy előadás a Cukorsó, és hogy én milyen remek lennék benne, hogy van-e kedvem benne dolgozni. És akkor elvállaltam azt a munkát, és életem egyik legfantasztikusabb munkája volt a Cukorsó. Később csináltunk belőle filmet, megnyertem vele a Vidor Fesztivál legjobb mellékalakítást, a Brigella díjat. Tehát egy csomó klassz élményem volt dolgozni Dömével, és a Döme mondta, hogy a Jordán Tamás fölkérte őt, hogy legyen ő a főrendező a Szombathelyi Színháznak, és akkor ő is hívhatott embereket, meg a Jordán Tamás is hívott embereket, és a Cukorsó úgy néz ki, hogy jó belépő volt a társulathoz, és akkor én is alapító tag voltam, 2 évig dolgoztam a színházban, és akkor született a lányom is, amikor a színház kezdett beindulni. És akkor egyik napról a másikra megint úgy döntöttél, hogy ebből elég, menjünk Kanadába. Hát ez hosszú folyamat volt, ez már régóta érlelődött bennem, és a Réka, a feleségem, ő 14 éves korában költözött ki Montrealba az édesanyjával, aki itt újra nősült, és ő kanadai állampolgár is volt, és a Isabella, aki megszületett ugye 2009-ben, akkor ő is egyből kanadai állampolgár lett. És akkor Réka is mondta, hogy menjünk esetleg a családhoz, én sem éreztem magam annyira otthon jól, akkor Döm elhagyta a Szombathelyi Színházat, akkor nekem nem ajánlottak fel olyan jó szerepeket már, amikor a Döme nem volt a színházba, akkor fagyasztották be az összes filmes munkát odahaza, tehát ugye akkor volt az adásátvétel, akkor jött az Andy Vajna, és akkor 3 évig nem volt filmezéssel, leállítottak mindent. Akkor a színházba sem éreztem jól magam, meg arra gondoltunk, hogy lehet, hogy a lányomnak sokkal jobb lesz, hogy egy olyan országba nő föl, ahol megtanul mondjuk 3 különböző nyelvet. Tehát ugye a magyar mellett megtanul nagyon jól angolul és franciául is. Igen, viszont te tudtad, hogy nem lesz könnyű színész vagy filmes pályára bekerülni. Hát én mindig naív vagyok, mert azt hiszem, hogy könnyebb lesz meg majd, hogy leborulnak a nagyságom előtt, tudod, ide érkezem Kanadába, és azt mondják, úristen, itt van a Szabados Mihály, aki már a Sose Halunk meg a Cukorsóba, meg ezekbe a filmekbe játszott, hát itt most óriási karriert fog befutni. Csak az ember rájön erre, hogy persze, hogy nagyon naív. Mert már az angolom már jobb volt, ugye 3,5 évet éltem már előtte kint Los Angelesbe, tehát azt gondoltam, hogy lesz esélyem. És végül is sok mindent csináltam itt, nagyon sokat lehet dolgozni, mint színművész, de fizetést ezt nem nagyon kapsz érte. Miért döntöttetek úgy, hogy Vancouverbe mentek? Tehát azt mondtad, hogy Montrealban ment ki eredetileg a feleséged, Vancouver a földrésznek a egész nyugati pontján van, tehát a másik oldalon. Igen, hát nagyon jól nézett ki Vancouver fotókon, tehát gyönyörű szép volt. Meg rengeteg filmes munka volt Vancouverben. Ugye nem tudtam volna menni Montrealba, mert Montrealban még egy kávézóba sem tudsz dolgozni, hogyha nem beszéled a franciát, és nem nagyon beszéltem. Majdnem 40 éves fejem már nem akartam még egy nyelvet megtanulni, tehát örülök, hogy a magyar és az angol elég jól megy, és akkor ezért választottuk Vancouvert, mert nagyon, nagyon jónak nézett ki, gyönyörű szép volt, és rengeteg filmes munka volt ott, és egy embert ismertünk Vancouverben, mikor megérkeztünk. És 14 hónappal később, amikor elmentünk, nekem körülbelül olyan 600 ismerősöm volt Facebookon, akik mind vancouveriek voltak. Egy embert ismertetek Vancouverben. Hozzámentetek?
Nem, az az ember annyiban segített nekünk, hogy kivett 2 hétre egy hotelt Vancouverbe, és az alatt kellett nekünk szállást találni, meg munkát találni. És meg is találtam. Először egy szállást találtam, és akkor egy másfél hónappal később egy Starbucksba kezdtem el kávét főzni. Ez volt az első munkám. Aztán a zöldségeket pakoltam egy nagy bolthálózatba. Ez a 2 munkám volt először, és mellette csináltam 10 kisfilmet, játszottam 2 angol nyelvű darabba, és még a magyar házban volt egy amatőr színházi társulat, ott játszottam 4 darabba, meg rendeztem 2-3 kisebb előadást. Tehát, hogy elég aktív voltam, mellette meg a gyerek is ott volt, akkor nőtt fel a gyerek. Azért ez elég nagy változás volt. Nagy, nagyon nagy, nagyon, és nagyon sokkos is volt, azt kell mondjam. Tehát azt gondolom, hogy az első pár évben én sokkot kaptam. Egy ügynökségnek elküldött az életrajzodat, és megnézik, ott van rajta 40 film, meg 50 színház, és akkor azt mondják, hogy te még nem csináltál semmit. Na, ugye nem számít, amit te máshol csináltál. Akkor az idegzuhanyként hatott rám, és nem is értettem sokáig. Mi volt a hajtóerőm? Hát dac az mindig van az emberben, szerintem dac, meg valaki azt mondta, hogy én milyen szenvedélyes, meg elhivatott vagyok, de azt gondolom, hogy ez, amiről beszéltünk az előbb is, tehát a legelején a gyerekkorból, tehát hogy ez kényszeres. Ez olyan, mint egy gyógyszer, tehát hogyha az ember nem csinál, akkor beteg lesz tőle, legalábbis én így gondolom. Tehát nekem egyszerűen csinálni kell. Sokszor a Réka is mondta már, hogy menj és csináld már a te dolgaidat, akkor sokkal jobb fej vagy, meg vidámabb vagy, jobban lehet veled lenni, hogyha tényleg csinálod azt, amit szeretsz. És akkor reggel a Starbucksba kávét főztél, és délután vagy este dolgoztál a filmes közben. Úgy lett ez beosztva, hogy reggel 5-kor mentem a Starbucksba, ott dolgoztam körülbelül délig, akkor déltől hazamentem, aludtam 1 fél órát, a gyerek akkor még pici volt, együtt aludtunk, utána eltöltöttünk 1 pár órát együtt, vagy elmentem válogatásokra, vagy csináltam valami más, és akkor délután pedig 5 és 6 körül elmentem zöldséget pakolni, 11-12-ig hazamentem, aludtam 3-4 órát, és akkor mentem vissza dolgozni a Starbucksba. Ez majdnem 1 évig így ment. Nagyon erőltetett menet volt, hogy egyáltalán talpon tudjunk maradni. És akkor pici volt a gyerek, tehát ott annyira drága a gyerekre vigyázás, ott még nincs olyan bölcside meg ilyesmi, hogy egyszerűen jobban kijöttünk, ha Réka otthon maradt a picivel. Én meg dolgoztam, és mellette próbáltam a művészetet is csinálni. Tehát ez is már olyan messze van, majdnem 10 éve volt ez, tehát hogy most ilyen romantikával gondol az ember vissza rá. De akkor nem volt éppen ennyire kellemes. Nem volt annyira kellemes, de gyönyörű szép. Tényleg Vancouver annyira gyönyörű szép. Ott van az óceán, nagy hegyek vannak körülötte, mi ott laktunk a Stanley Park mellett egy 5 percre. A 12. emeleten volt egy nagy erkélyünk, ami kinézett a hegyekre, meg a vízre. Csodálatosan szép volt. És az emberek milyenek Vancouverben? Hát vegyes, vegyes, nagyon vegyes. Mindenki a szabadban van kint sokat, ott nincs igazán tél, sokat esik az eső, de gyönyörű tiszta a levegő. Tehát sok ilyen úgymond szabadabb, lazább ember él Vancouverben. Végül is átköltöztetek Torontóba. Miért? Sok minden oka volt ennek, de talán a legfontosabb az, hogy közelebb kerüljünk a családhoz. A Réka anyukája, meg az élettársa Montrealba éltek, és Montreal és Toronto között 6 óra kocsi út. Tehát, hogy sokkal közelebb lettünk egymáshoz. És amit még nem tudtunk akkor, amikor ide költöztünk, hogy 2 évre rá anyósomék ide költöztek Torontóba. Ami viszont tényleg sok segítséget jelentett, amikor az Iza még pici volt. Meg, hogy van egy nagyszüleje itt, az nagyon jó volt. Viszont akkor megint csak újra kellett kezdjél mindent. Megint munkakeresés, munkavállalás. Hát munkakeresés nem volt, mert a Starbucks-szal áthelyeztettem magam Torontóba, és először Montrealba töltöttünk 1 hónapot, és a Réka meg az Iza ott maradtak Montrealba, míg én találtam egy lakást, addig barátoknál laktam 1-2 hétig, akkor azt kifestettem, és akkor ők is átjöttek 1 hónapra rá. És hétvégéken meg, amikor voltak szabad napja, amikor rohantam Montrealba, hogy lássam őket. És akkor jött a lakásszínház ötlete. Hát közben nagyon sok minden történt. Én mindig is akartam képezni magam, és az a jó, hogy a felnőtt színész oktatás Észak-Amerikában az sokkal jobb, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon, ha te felnőtt színész vagy, vagy elvégezted a főiskolát, akkor te már nem is nagyon képzed magad utána tovább, tehát te már színész vagy. Én pedig jobban szeretem ezt az észak-amerikai szemléletet, hogy egész életében, aki színész, meg ugye a Peter Brook is ezt mondta, az embernek képezni kell magát. Tehát jártam a Second City-be, ami egy ilyen improvizációs iskola, és arra gondoltam, hogy ha angolul tudok improvizálni, akkor mindent el tudok játszani. És nagyon sokat segített később válogatásokban is. Utána jártam egy másik színész tanárhoz, az Ingrid Hart, aki egy fantasztikus színész tanár, ő az Ivana Csabik, The Actors Power
tanítja, amit a Halle Berry meg a Charlize Theron használt a két Oscar-díjas alakításokban, a Monsters Ball-ban meg a Monsters-be. És aztán most Michael Gelman-nel, az meg improvizációs színházi technika, meg hogy lehet az improvizációt drámai formákban használni. Közben megtanultam videót vágni, és akkor most már én vágom a saját kisfilmjeimet, megtanultam kisfilmeket rendezni, ami szintén egy fantasztikus élmény. Mellette pincérként dolgoztam, tanítottam gyerekszínházban színjátszást, asszisztenskedtem filmekbe, statisztáltam filmekbe, egy haveromnak, Szakárbécnek van egy parkettessége, néha elmentem neki segíteni. Tehát ezerféle dolgot csinál az ember, és akkor közben itt is volt 25 kisfilmemben játszottam, bekerültem a Murdoch Mysterybe, aztán a Mihalka Gyuri filmrendező barátom adott egy kis szerepet egy sorozatába, a 24 Hours Rental, ami nem ugyanaz, mint a nagy sorozat, ez egy ilyen videótékába játszódott. Ilyenek, és akkor körülbelül egy 4 éve jött elő, hogy elkezdtem itthon Adi verseket, József Attila verseket szavalni, és föllerohangáltam a szobába, és néztek rám, hogy mi bajom van. És rájöttem, hogy elkezdett hiányozni az anyanyelvemen való játszás, és akkor teljesen organikusan egyszer csak megszületett a Mizantróp, aminek nagyon nagy segítsége van a nagy Natáliának, aki Washingtonban van, akit régről ismerek, még az édesapját ismertem, mikor ő pici volt Budapesten, és ő Washington DC-be jár színházrendezés, és mondta, hogy csináljunk valamit együtt, akkor mondtam, na nem tudom, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni, de mondjam, itt van a Mizantróp, a Petri Gyuri féle fordítás, amit nagyon-nagyon szeretek, mondom, én ezt szívesen megcsinálom, akkor meghúztuk 5 szereplőre, akkor azon gondolkoztunk, hogy mi lenne, hogyha ezt 2 szereplő játssza, egy nő és egy férfi, és akkor végén arra jutottunk, hogy akkor miért nem játszom én el egyedül ezt az egészet. Fölpakoltam a családot, béreltünk egy kocsit, és mint egy ilyen kirándulás szinten délelőtt, amíg a többiek pihentek, vagy valami, addig mi próbáltunk, napközben elmentünk város nézni, és este, amikor lefeküdt a gyerek, akkor megint próbáltunk. Így egy hétig, és volt egy felolvasó színház az egyik lakásba a Sipos Sanyiéknál, a Sipos Gabi meg a Sanyi, ők nagyon helyes emberek, ők vezetik a Kossuth Klubot Washingtonban, és náluk felolvastam a Mizantrópot egy kotta állványról, ugye, mert még nem tudtam a szöveget. És körbeültek a lakásba, egy szép nagy lakásukon a Sanyiéknak, és óriási sikere lett. Utána ott maradt mindenki, és nem ment töltött káposztát, meg pogácsát tenni, hanem másfél órán keresztül vitatkoztunk a darabról, meg amit kiváltott belőlük a darab. Annyira ki voltak éhezve a magyar kultúrára, ők is, mint én, és nagyon jól volt ezt látni, és akkor jöttünk rá, hogy mi lenne, ha ebben a lakás színházi formában játszana, mert hihetetlen jól működött a lakásban. Tizenötször játszottam ideig a Mizantrópot, volt úgy, hogy 7 embernek egy lakásban, volt úgy, hogy 130-nak Edmontonban volt egy amatőr színházi fesztivál, ahol meghívtak engem ilyen díszvendégnek, és ahol mondták, hogy ha ott vagyok, akkor már játszam el az előadást is, és ott például 130 embernek játszottam el a Magyar Házba, de nem a színpadon, hanem körbeültettem azt a 130 embert a színpad előtt a nézőtéren, körbe raktuk a székeket, és ott játszottam, és óriási siker volt. Nagyon-nagyon szerették az emberek. Azóta teljesen előadom egyedül, 5 különböző szerepet játszom benne, és akkor a nézőket használom, mint nézés irány. Van benne 10 jelenet, és minden egyes más jelenetben más nézőt választok ki, akire ránézek, és amikor az egyik szereplő beszél, akkor mondjuk én egy nőt játszom, és egy férfivel veszek, akkor kiválasztok egy jobb oldalon egy férfit, és neki mondom. És amikor meg átváltok a férfinak és egy nőnek mondom, akkor jobb oldalon kiválasztok egy női szereplőt, és akkor neki mondom, és akkor ahogy nézek a két emberre, onnan tudja a néző, hogy kivel vagyok. És akkor nagyon vicces volt, pont Edmontonban volt egy középkörű hölgy, egy nagyon helyes hölgy, és mellette ült a kamaszlány, aki ilyen 14 éves lehetett, és a másik oldalán a férje. És közben neki vallottam ilyen mindenféle szerelmeket, és közben a nézők nagyon jól röhögtek, mert a férfi meg a kislány is lereagálták az egészet. Tehát a nézők is adtak hozzá a dolgokat, és akkor végén már ezekre rá is játszottam. És fantasztikus. Minden egyes előadás teljesen más. Tehát vannak benne levelek, például egyik nézőnek odaadom, hogy nézd meg, itt van, megcsaltál, itt a te leveled, nézd meg, ez a te írásod. És odaadta az egyik nézőnek például Bostonba, és akkor a lány elővette, megnézte, és mondja, hát ez nem az én levelem. Ez nem az én kézírásom. Akkor az ember mit csinál, és akkor ott álltam, lefőttem egy percet, és mondom, ne tagadj, Szeléna, tagadj, és akkor ezzel megint röhögött mindenki, tehát, hogy ezek mind beépültek az előadásba. Tehát amit tanultam az improvizációs színházba, az beépítettem ebbe az előadásba, mert hogy a nézőkre nagyon kell figyelni, meg hogy mit csinálnak, mit mondanak. Te szervezed ezeket a turnékat, a fellépéseket? Ezeket mind én szerveztem, és most próbálok egy ilyen hálózatot kiépíteni, hogyha lehet, hogy akkor menni egy nagy körútat majd, hogyha megint lehet menni, akkor jó lenne megint játszani. Most elkészült a Cyrano, ugye először volt a Mizantróp, és a Cyranót azt teljesen egyedül készítettem én magam, azt meg maszkokkal is játszom, és ott csak 3 szereplő van, és a másik 2 szereplőt maszkok játsszák.
Én szervezem az egészet, igen, és most vannak emberek, akiknél játszottam a Mizantrópot, ők nagyon várják vissza a Cyranót, meg többen mondták, hogy miért nem csinálom angolul is, mert hogy ugye rengeteg magyar barát vagy ismerős van, ők nekik vannak rengeteg barátai, vagy kanadai, vagy amerikaiak, akik ugye jönnének szívesen, meg megnéznék ők is, nagyobb lenne a nézőszám, meg többször lehetne játszani, hogyha angolul is megcsinálnám. Úgyhogy most a Cyranót elkezdtem tanulni, ami szintén egy nagy kihívás lesz. Amikor elkezdtem ezt a Mizantrópot csinálni, akkor csak egy ilyen jó hecnek tűnt. Most már azt gondolom, hogy ha nem jött volna a vírus, ez egy fantasztikus forma lenne, ahogy én ki tudnám teljesíteni a művészetemet. És óriási igény van rá. Tehát a magyar közösségek Észak-Amerikába, ha jönnek át, akkor valami haknival jönnek, vagy táncozzenés rütyütyűvel, de igazán mély színházi előadást, igazi gondolatokat kiváltó előadással, magyar nyelven, nagyon keveset találkoznak, és ez a lakásszínházi forma, ez egy nagyon jó forma, mert itt mindenki hoz egy kis itókát, egy kis kaját, utána beszélgetünk, tehát egy ilyen fiesztává növi ki magát. És például Los Angelesben, ha mentem volna, kint játszottuk volna a kertbe. Tehát az is egy érdekes lett volna, hogy kint. És most azon gondolkozom itt is, hogyha Torontóban már kicsit jobban feloldják, meg az emberek bátrabbak lesznek, akkor lehet, hogy megcsinálom valakinek a kertjébe, ahol távol lehet egymástól ülni, tudod? Mentem volna ugye Floridába is, volt meghívásom Washington DC-be, volt meghívásom Vancouverbe. A Cyranóból csak 4 előadást tudtam játszani, lett volna ott 8 előadás, lehet, hogy lementem volna ott is Portlandbe, meg Seattlebe, ott is játszottam előtte, és nagyon szerették az emberek. Meg úgy volt, hogy most Magyarországon turnézott. Meg egy európai turnét akartam volna csinálni, és most nézek, most hogy ugye itt leállt minden, most próbálok valami pályázatot nézni, és hogyha meg tudnám ezt támogatni pályázatot, hogy ne az én saját zsebemből fizessem a repülőjegyeket, meg ilyesmi, akkor talán jobb lenne. De most nem tudni, hogy hogy tervezzen az ember, mert nem tudni, hogy mikor lesz ennek az őrületnek vége, hogy mikor találják meg a megoldást, amivel túl lehet lépni ezen a víruson. Szerinted meg fog változni az élet, vagy vissza fog állni minden, ahogy volt? Hát szerintem ahogy volt, az nem lenne jó, hogy ahogy volt. Jobban örülnék neki, hogyha jobban figyelnének oda a környezetre az emberek, jobban figyelnék egymásra. Szerintem az azért az jó lenne. Tehát, hogy valamilyen szinten már mi is nagyon elfáradtunk ebbe, hogy tényleg be vagyunk zárva. És mi még szerencsések vagyunk, van itt egy hátsó kert, ami szép, nagy, ki lehet ülni, ott szoktam a szövegeimet tanulni odakint. Van mellettünk a tó, tehát az is nagyon jó. De közben én rengeteg kreatív dolgot csináltam most is a vírus alatt is, tehát megcsináltuk 30 színésszel Pilinszky Jánosnak a KC-t oratóriumát, mindenki fölvette mobiltelefonnal, felosztottam a 150 mondatot 31 színészre, vannak köztük gyerekek is, a világ majdnem minden pontjáról vannak benne színészek, van egy pár nagyon ismert művész Magyarországról is, vannak New Yorkból, Los Angelesből, Edmontonból, Berlinből, Londonból, Torontóból, tehát hogy ilyen nagyon vegyes csapat. Szerettem volna azokra a művészekre is ráirányítani a figyelmet, akik nem Magyarországon élnek, és magyar nyelvű művészek, és fantasztikusak. Tehát mi, hogyha elhagyjuk az országot, ez engem egy kicsit bánt és rosszul esik, hogy mi megszűnünk létezni. Jó, most nem lehetne hazamenni, de az elmúlt 10 évben bármikor haza tudtam volna menni, hogyha felajánlnak egy olyan akár filmes szerepet, vagy akár egy színházi rendezést. Nagyon szívesen hazamentem volna dolgozni, és otthon töltök egy pár hónapot, és aztán visszajönni. Úgy érzem, hogy a magyar nyelv és kultúra nagyon fontos számodra. Át fogod adni mindezt a lányodnak? Próbálom. Próbálom. Hát amikor kicsi volt, akkor rengeteget meséltünk neki. És mai napig emlékszik rá, hogy a Lázár Ervin meséket, a négyszögletű kerekerdőt, meg a kemény kalap és krumpliorból a Bagamérin, meg a Lópici Gáspár, meg a Vacskamati Bruckner Siegfried, mindig belekevertem az ő aznapi történeteibe, és akkor így meséltem el, hogy az Iza meg a Vacskamati mennek a négyszögletű kerekerdőbe, és fagyit akarnak jönni, és akkor jön a Bagaméri bácsi. És ezekre a mai napig emlékszik. És rengeteg magyar rajzfilmet, bábfilmet, amikor felnőtt, nagyon sokat néztünk vele. Mert fontos, mert annyira gazdag a magyar kultúra, annyira sokrétű. Van honvágyad? Honvágyam néha van, de igazság szerint ami vágy, az van, ami, hogy hazamenni és profi körülmények között dolgozni. Tehát mondjuk benne lenne egy nagy filmbe, vagy egy filmsorozatba. Olyan fantasztikus sorozatokat csinálnak már néha, amiket nézek, hogy milyen jó lenne ezekbe benne lenni.
vagy akár ha megnézem a Saul fiát, vagy megnézem az Enyedi Ildikónak a filmjét, hogy milyen fantasztikus. Én most láttam nemrég a Lajkó cigány az égbe megy, nem tudom, hogy ezt látta, de fantasztikus filmet tartom. A Keresztes Tamás, meg a Gyabronka József játszanak benne, fantasztikus. Hogy az Egy nap, most láttam nemrég, fantasztikus, fantasztikus filmek vannak ott. Megbántad valaha, hogy eljöttél Magyarországról? Hát megbánni nem bántam meg. Tehát az, hogy itt nyugodtan élünk, és nincs ennyire a politika ránk nyomva, mint otthon, az egyszerűen az nagyon jó. Azt bánom, hogy az hiányzik, hogy dolgozzak, hogy látok olyan filmeket, amikben szívesen játszottam volna. Vagy a sorozatok, akár a Terápiát, ha nézem, amit az Enyedi Ildikó meg a Grigor Attila csinált, vagy amit csináltak a magyar HBO, a Aranyélet. Fantasztikus, fantasztikusan nagy munkáknak tartom őket. Nagyon jó lett volna bennük dolgozni. Volna valami, amit esetleg másként csinálnál, ha visszapörgethetnénk az időt? Hát biztos sok minden másképp csinálni. Igen, hát az, hogy nekem mindig a szám az nagyon eljárt nagyon hamar, úgyhogy néha azokat visszaforgatnám. De egy csomó mindenben, amikor kiálltam a saját igazamért, azt nem vonnám vissza, egyáltalán nem. Tehát amit talán máshogy csináltam volna, hogy voltak kezdeményezések otthon is, hogy elkezdjek én filmeket csinálni, rendezni, voltak ötleteim. Azok mind valami miatt megakadtak, vagy nem úgy mentek, vagy nem jött össze rá a pénz. Az egyedül dolog, amit másként csinálnék most, hogy hamarabb elkezdtem volna filmeket csinálni. Mert nagyon sok ugye színházat rendeztem, mert ahhoz nem kellett pénz, és mindig féltem a filmcsinálástól, mert az nagyon sok pénzbe került akkoriban még. Tehát, hogy azt máshogy csináltam, hogy sokkal hamarabb elkezdtem volna a filmeket csinálni, mert talán az életemben, hogyha rájövök, hogy ennyire fantasztikus a gyerek, akkor talán hamarabb vállaltam volna a gyereket, és akkor lett volna több gyereke. Tehát ezt máshogy csináltam volna, de nem voltam rá még érett. Tehát ha például az első házasságomból lett volna egy gyerek, aki az óceán másik partján lakott sokáig, és nem látom, hogy hogy nő föl, az nagyon nehéz lett volna. Hál' Istennek, hogy az nem lett. És akkor is, amikor úgy tűnt, hogy vége az életemnek, és szörnyű, haza kell költözni, sokan ugye az emberek nem szeretnek beszélni a nehéz időszakaikról, de szerintem fontos, mert az egy megtisztulás. Most, ahogy nézem azt a másfél évet, amiről beszéltünk, hogy milyen nehéz volt nekem, azt egy megtisztulásnak veszem. Egy letisztultságnak. Hozzájárult az életem. Az, hogy aki vagyok most, az a másfél év, meg utána a 2 év terápia, azok nagyon fontosak voltak. Például abba is, hogy családot tudjak alapítani. Hogy ne hurcoljam magammal a régi problémáimat, hanem azokat lerakjam. Hogy ne a családon belül próbáljam megoldani. Tehát szerintem ezek nagyon fontosak voltak, de hogyha hamarabb találkozunk Rékával, hogy együtt maradtunk volna, nem tudom. Hogyha hamarabb lett volna gyerekem, ott maradtam volna abban a kapcsolatban, ezeket mind nem tudom. Tehát ezek mind csak játszadozások, hogy mi lett volna, ha... Ami nagyon fontos most nekem, vagy amit nagyon fontosnak tartok, hogy mi művészek, akik kint élünk Kanadában meg Amerikában, magyar művészek, kezdünk egymásra találni. És ez fantasztikus, nekem ez egy fantasztikus érzés. Tehát, hogy az ember megtalálja azt a közeget, ahol dolgozni és alkotni tud. A Lakásszínházzal és a Nagy Natival Washingtonban van egy nagyon jó gyerekkori barátom, a Várnai Vanda, aki kint él Chicago mellett. Ővele is vannak terveink, hogy dolgozunk. Köves Krisztiánnál, aki New Yorkban van, ővele most 2 filmben is dolgoztam együtt. Mind a kettőben én vagyok a főszereplő. Az egyiket a Bordán Lilivel, a másikat a Köves Krisztiánnal. Közben a Bak Zsuzsival, aki a Lilnek írt egy másik filmet, vele is vannak terveim. Meg a Szűcs Andi, aki New Yorkban van, ő nekem nagyon sokat segített a KC Oratórium megvalósításában. Minden egyes változatot, amikor csak 1 perc volt kész, vagy 2 perc volt kész, elküldtem, akkor ő vele átbeszéltük, tehát ő majdnem ilyen társrendező, meg társproducere annak a dolognak. Meg van a Kis Dóri, aki a Tim Robbinsnak a társulatában dolgozik 8 éve, az Actors Gangben, Los Angelesben. Vele most forgatok egy kis filmet, ami ilyen Zoom call-ról szól, az erőszakkal való visszaélés, vagy a hatalommal való visszaélése, és elnyomása a másiknak telefonon keresztül. Egy másik tanítványom, aki Londonban él velem, egy Lázár Ervin mesét vettünk ugyanígy fel ezzel a technikával. Tehát, hogy mi ezek az emberek, akik nem Magyarországon élünk, de magyar nyelvű művészek vagyunk, elkezdünk egymással találni és egymással dolgozni. Ez fantasztikus érzés nekem, ez nagyon jó. Tehát ezek mind a Lakásszínházból kezdtek el így kinőni. És mi megértjük egymást, ismerjük egymást, hasonlóan gondolkodunk, és mindannyian küzdünk, hogy valahogy betörjünk ebbe a nagyon nehéz piac. Mert ugye itt piac, itt nem művészet a film, hanem az egy piac, egy iparág. És szerintem, hogyha egymást segítjük, sokkal jobban előre jutunk, és több dolgot fogunk tudni csinálni. Thank you.
Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetlegesen szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz, ékezet nélkül is egyben, kukac@gmail.com e-mail címen.